Hello, sziasztok! Egy Keve Isi. KWS V30-as USB árammérő, feszültségmérő, teljesítménymérőnek a tesztje lesz ez a videó. Ebben most biztos nem fér bele a nagy fejem, ilyen a nagy fejem amúgy. És van itt kétféle töltő, amire ezt most rá fogjuk dugni. Van egy, amiről tudom, hogy nem egészen gyors töltő. Rá tudom dugni egy kézzel. Na, most még nincs rádugva ugye semmi. Van rajta egy gomb, amivel ki tudod nullázni az időt, mert ugye méri, meg a wattóra, milliamperórán azon lépdelsz át a fehéret, ha nézed, azokat tudja. Most simán 5 voltba megy ez, dugjunk rá valamit, ami terhelést. Rádugok egy telefon töltésre, és akkor mutatja, hogy csak 250 milliamper, úgyhogy ez valójában nem gyors töltő, és csak 5 voltos módba megy, és mutatja azt is, hogy valami 5 watttal töltöget ez a töltő. Szóval ezért jó egy ilyen kis eszköz, hogy most ezt kihúzom, és bedugom ide a gyári Samsung tényleg gyors töltőmbe, és azon rögtön kijön az 1,85 amper és a 9 watt, és legalább tartja az 5 voltot. Na most, hogyha egy Samsungot dugok rá, egy A52-t, csak az nekem most fúra föl van töltve, akkor ez a töltő még 9 voltra is át szokott kapcsolni. Ez a telefon, nem tudom milyen telefon, ez nem. Oppo. Ez nem szereti a 9 voltot. Vagy ez is nagyon föl van töltve most. Ezért jó egy ilyen eszköz, hogy látod, hogy melyik töltési módban van, hány voltos, és hány amper, és írja is wattba, hogy ez 9,3 wattos töltés most, és ott watt, vagy milliamper órát is számol, meg wattórát is, meg az időt is, majd ott percbe, csak még nem telt el 1 perc. Hát ennyi volt ez a videó, ha tetszett, ha nem, iratkozzatok fel, sziasztok!